főszerepben Mike Farrell, Balázsovics Lajos. További magyar hangok. Bence Ilona, Szuhai Balázs, Sinkovics Imre, Stankai István. Zene Ken Bamberg. Na végre, megfagy. Mit akar? Bocsánat, tévedés volt. Ne haragudjon. Fényképezte László George. Televízióra írta Richard Levinson és William Link Robert Thomas színdarabjából. Halló! Van itt valaki? Rendezte David Green. Halló! Tűz van, ég a ház! Nem zavaró? Kisasszony! Kérem! Hol találok egy rendőrt? A farsangi felvonuláson. Elmentek? Az egész rendőrség farsangol? Azt hiszem. Jó pofa, Muri. És ha kirabolják a bankot? Ma nem. Zárva vannak. Ne vicceljen velem. Hol van egy rendőr? A felvonuláson. Igen, már említette. De ha itt volna, ki lenne az ügyeletes? Rudmeier hadnagy. Rudmeier, helyes. Meddig tart a felvonulás? A hadnagy nem oda ment. A reptérre. A hadnagy? A reptéren van, úgy tudom. Hivatalból? Nem. Keresnek valakit? Nem. Tehát, ha jól értem a dolgot, Rudmeier az ügyeletes tiszt. Ám ismeretlen okból a repülőtérre ment, így van? Így. Szóval, ha kimegyek a felszállóhelyre, esélyem van rá, hogy ott találjam, igen? Azt hiszem. Köszönöm a kedvességét. Persze, könnyebb volna, ha tudná, hogy néz ki. Igaza van, de sajnos nem tudom. Elmondanám, milyen? Hát olyan nehéz megfogalmazni, de azért megtalálja. Igen? Olyan kis mitugrász alak. Hoztál? Egyenesen New York szívéből. Sam, imádlak. Imádhatsz is. Két reptéren át három géppel hoztam. Három évre ellátlak parkolójegyekkel. Hát tudod, hogy nincs kocsim. Na, jó étvágyat. Hát kezd. Ó, Ambrózia. Ja. Rudmeier hadnagy? Én vagyok. Harry Canyon. Hoppá, elnézést.
Bocsánat, ismerjük mi egymást? Nem. De miután maga rendőr, nekem meg eltűnt a feleségem, gondolom. Be akarja jelenteni? Igen, ilyenkor az a szokás. Ahogy mondja, Mr. Kenyon. Mr. Kenyon, és a leghelyesebb, ha a rendőrséghez fordul. Hova megy? Nem menjen el, várjon. A rendőrségről jövök. Üres a ház. Ó, a felvonuláson vannak. De maga nincs ott, és ha értékes idejéből áldozom... Haza kéne vinnem az acskót. Hadnagyúr, eltűnt a feleségem. Egyhetes házasok vagyunk, és szeretném megtalálni. Ja, oké, kövesse a kocsimat, de óvatosan, hemzseg a nép az utcán. Tudom, a farsang. Talán furcsája, hogy nem talált rendőrt az őrszobán. De errefelé másként mennek a dolgok, mint egyebütt. Észreve. Nehéz hozzászokni. 8 hónapja vagyok itt, de még mindig sokat vérzik az orrom a magasságtól. Honnan jött? New Yorkból. Pontosabban Bronxból. Mit keres itt egy ilyen derék fiú, mint maga? Ezen töröm én is a fejem. A feleségem akart mindenáron ide költözni. Bolondja a tiszta levegőnek. Ha már feleségek nem volnának szó. Rendesek. Meg szép a táj. Aki szereti a hegyet, annak főnyeremény. Hadnagy úr! Kérem szépen, hadnagy úr! Tudja, hogy mi ez itt? Marhahúsos kenyérnek nézem. Mr. Kenyon, marhahús és marhahús között különbség van. Ez itt a 88. utca legjobb csemegésétől származik. És ez csokoládékrém. Igen? Ez való a csokoládétortában. A sziklás egységben nem tudnak tortát sütni. És uborkát savanyítani? Merénylet, amit itt az uborkával csinálnak. Nézze, én nem akarok a gyomra és a vágyai közé állni, de van egy kis probléma, ami önt, mint rendőrt, esetleg érdekelhetné egy cseppet. Ki tényleg? A felesége. Hogy is? Eltűnt. Legalábbis ez a látszat. Neve? Christine Prescott, illetve most már Christine Kenyon. És mindössze egy hete házasok? De Las Vegasban történt. Christine ott nyaradt a barátaival. És aztán Chris meg én beragadtunk a liftbe az aranyasszony szállodában. És mire megjavították, eldőlt a sorsunk. Csak úgy két emelet között? Mit bántam, én hol vagyok? A vacsoránál megkértem. Én fél év alatt se jutottam ennyire. Összeházasodtunk, és ide repültünk. Miért éppen ide? Szép hely, nászutasoknak való. A jó levegő, meg mi minden... Azon kívül egy friszkói haverom kölcsön adta a vityilóját, mi meg imádunk síelni. Maga tehát vegaszi? San Franciscói. Kicsit belezavarodtam. Sokat járok Vegasba, van, hogy 5-6-szor egy évben. Chris pedig filadelfiai. Érti? Igyekszem. Ó, Philadelphia, sajtos szeletek, fagylaltok. Hadnagyom. Pardon, szóval eltűnt. És milyen körülmények között? Csak néhány napja voltunk itt. Csodálatos volt. Ki sem mozdultunk, csak... Csak... Ismerem a szitút. De aztán tegnap este összekaptunk. Nem is tudom, mivel kezdődött, de üvöltöztünk telitorokból. Azt mondta, rátelepszem az életére. Ezt szokták mondani. Mielőtt észbe kaphattam volna, elrohant. Ja, ezt szokták csinálni. Gondoltam, majd éjszaka megjön, de... De nem. Még reggel sem mutatkozott. Nem szeretek rendőrségre szaladgálni, de komolyan aggódni kezdtem. Adna személy leírást? Csodaszép. Feltűnő jelenség, kanári sárga szedánnal ment el. Bérelt kocsi? Igen, és amiatt aggódom. A feleségem pocsékul vezet. Gondolni sem merek az itteni utakra, csupa hajtőkanyar, hótorlasz. A feleségem... És ha letévedt az útról? Mr. Kenyon, van egy rossz hírem. A feleségek mindig hazamennek. Bárcsak igaza lenne. Adja meg az itteni címét és a telefonját, hogy értesíthessem. Hálásan köszönöm. Lehet, hogy megszállt valahol máshol. Ha nem, úgyis fázni fog és szépen hazakocog. És ha nem?
Ne féljen, megtaláljuk előbb-utóbb. Fogja fel a jó oldaláról, amilyen hírvel Nász utazik. Nem ártott egy kis pihenés. Köszönöm. Elvigyem. Oxigén palackja nincs. Korán kell. Maga is. Odahaza ágyüdörgése se ébredtem volna fel. Itt meg a madárcsisergés is felébreszt. Kerestem hajnalban. Futottam. Ha elég volt, szálljon be. Azt reméltem, ha kifáradok, elterelődnek a gondolataim. Azt mondja, fölhívott. Ez azt jelenti, az hogy... Hiszem, és mindent elmesélek. Oda beállhat. Hát ez az. Nász utasoknak való fészek. Krisznek is nagyon tetszett. Mégis elment. Nagyon klassz. Mi a barátja, bankrabló? Annál is jobb. Fogorvos. Még nem is kérdeztem, mi a foglalkozása? Hivatalnok vagyok, könyvelő. Na hát, esetleg segítette megcsinálni az adóbevallásomat. Kössünk egyességet, én megcsinálom az adóbevallását, maga megkeresi a feleségemet. Hogy miért nem lettem fogász? Akkor csak heteket töltene itt. Mivel kínálhatom meg? Kávét, narancslevet? Dán Silva pálinkája nincs? Nincsen. Ez a vidék rákfenéje. Sok a természeti szépség, kevés a jó pia. Azért iszik? Ilyenkor? Mindenkor inni kell, ha eltűnik egy feleség. Mert alig hagyott jó hírvel. Nem, tényleg nem. De meg lesz. A szállodákban kérdezte? A kocsi kölcsönzőt is, de ott sem tudnak róla. Repülőgép? A felesége nevén nem váltott egy jegyet, persze lehet, hogy álnevet használt. Hova a pokolba mehet? Ne szívja úgy merre. Elbújt, hogy átgondolhassa a történteket, hiszen férhez ment egy vadidegenhez az áramszünet miatt. Van itt valaki? Van bizony. Max hű maradt hozzám. Na, gyere szépen. Pedig a templomban még szét akar tépni. Úgy imádja Kriszt. Magukkal hozták a Nász útra? Krisz akarta. Külön helyet kapott a gépen. Szegény Max. Még nincs meg a gazdi. De a hadnagy bízik benne, hogy megkerül. Ha csak más nem gondolt azóta. Megtesszük, amit tőlünk telik. Mutatok valamit. Ma van a 30. születésnapja. A születésnapi torta. Most egyen meg egyedül. Bűntudatot akar kelteni bennem. Azon vagyok. Oké, ha magát megnyugtatja, minden emberemet ráállítom. Helyes. Érzi, hogy csacsiságot csinált, és most szégyel telefonálni. De én reménykedem. Jó előérzetem van. Ma este együtt fújják el a gyertyákat a tortán. Adná Isten! De maga is tartsa nyitva a szemét, hát ha összeakad vele a városban. Ezt már próbáltam. Tudom, jelentették, hogy tegnap minden jó nőt leszólítottak. Szép, mire a feleségem hazajön, engem bevisznek az erkölcsrendészetre. Ne féljen, el vannak foglalva a mentsétek meg a bálnákat mozgalom aktivistáival.
Mit gyötrődik itt? Menjen vissza New Yorkba. Már gondoltam rá. Másra se gondolok. Halló? Milyen atya? Alig, hanem rossz számot hívott. De én vagyok Harry Kenyon. A feleségem? Mi van vele? Miért nem lehet telefonon? Hol a templom? Nem, fölösleges, megtalálom. Néhány perc múlva. Férj, Isten hozta, McLean atya vagyok. Atyám, igazán tud a feleségemről? Igazán. Hol találkoztak? Mr. Kenyon, tudom, hogy zaklatott lelki állapotban van, de még néhány pillanatra, ha nem haragszik, a türelmét kérném. Ebből az egészből egy szót sem értek. Mint már utaltam rá, megértem a helyzetét, de ha nem haragszik, lenne egy-két kérdése. Kérdése? Szereti még a feleségét? Persze, hogy szeretem. Hogy kérdezhet ilyet? Nem mardosság kételyek. Nem bánta meg a házasságát. Ez házasság. Feleség nélkül nincs házasság. Milyen igaz. Örvend Isten az egybekelésen a vállás porszemmely szemét sérti. A kínói Szent Tamás? Elképzelhető. Mondja, Mr. Kenyon, visszafogadná a feleségét? Harag nélkül, zokszó nélkül, a megbocsátó szeretet örömével. Persze. Akkor méltó arra, ami következik. Asszonyom! Tudom, hogy megbántottalak. Nincs mentség arra, amit ellened vétettem, de... De kérlek, fogadj engem vissza, és ígérem, mindent jóvá teszek. Megígérem. Köszönöm, hogy segített, atyám. Örülök, hogy segíthettem. Atyám? Nincs szükség szavakra, ne hálálkodjon. Ez a nő nem az én feleségem. Tessék? Harry! Nem ismerem magát. Maga nem Chris. Most látom életemben először. Hadd emlékeztessem, hogy megbocsátást ígért. Ne legyen könyörtelen. Nem ismerem ezt a nőt. Talán a nagy feszültség és most a megrázkódtatás. Enyhe kifejezés. Menjünk haza, Harry, és szép nyugodtan megbeszéljük. Nem megyek magával sehova sem. Legfeljebb, ha elkísérne a rendőrségre. Igazságtalan a feleségében. Nem, atyám. Így lesz a legjobb. Igen? Harry, én nem tudom, miért teszed ezt velem. Haragszol, és megvan rá az okod. Minden úgy lesz, ahogy akarod. Csak az a fontos, hogy újra boldogok lehessünk. Akkor hát menjünk. Egy rémálom. Hogy hihet neki két ilyen komoly ember? Csillapodjon. Ez itt egy vadidegen nő. Szélhámos. És maguk hitelt adnak a meséjének. Csak ismerem a feleségemet. Mr. Kenyon, szabadna talán nekem. Komolyan, azt hiszi, hogy ezt lehúzsz a szájadon? Mr. Kenyon! Jó. Csak tessék, tessék.
Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. Mrs. Kenyon kijelenti, ez a hogy... nem Mrs. Kenyon. Valahogy csak szólítanom kell. Szólítson csak Krisznek. Krisz a feleségem neve. Kérem, tartsunk egy kis rendet. Atyám, honnan ismeri Mrs. Az ifjú hölgyet? Tegnap előtt este bejött a templomba. Nagyon ideges volt. Azt mondta, nem tud kihez fordulni, és hogy csúnyán összeveszett vele a férje. Bárki legyen is, nem károsztam. Folytassa, kérem. Van egy kis vendégszobánk a parókián, felajánlottam, hogy maradjon ott néhány napra. McLean atya nagyon kedves volt. Kellett a nyugalom, a hosszú séták, a csendes magány, de mindig rád gondoltam. Megható. Elárulná a kisasszony, hol ismerkedtünk meg? Két emelet között, a szállodai liftben. De visszatérve, ma reggel rájöttem, hogy milyen buta is voltam. A férjem mellett a helyem, és megkértem az atyát, hogy hívja fel. Hihetően hangzik, igazán megbocsáthat a neki. Talán már említettem, ez a nő nem az én feleségem. Miért nem kéri, hogy igazolja magát? Egy jogosítvány, egy hitelkártya. Jó gondolat, igazolja magát. Boldogan hadd, nagy úr, de... Tudtam, hogy lesz egy de. Az irataimat a kocsiban hagytam, a táskámban. És ellopták. A táskáját? Nem, a kocsimat lopták el mindenestül. Éppen a legjobbkor. Ez már egy kicsit erős, asszonyom. De engedelmével megmagyarázom. Ma reggel Mrs. Kenyon bevásárolt nekem, behozta a szatyrokat, de a kocsit nyitva hagyta, a sluszkulcsot is benne. Beszélgetés közben kipillantok az ablakon, és... És? És látom, hogy egy szakadt gyerek beül és elhajt. Még oda is integetett. Ugyan kérem. Kétségbe vonja a szavaimat, uram. Miért nem jelentette? Jelentettem. Egy órája, hogy betelefonáltam. Duarte! Jelentettek ma reggel kocsi lopást? Igen, ez az. Kanárisárga szedán, a bejelentéstevő Mrs. Christine Kenyon. Helyes. Ellopták. Mégpedig a nő cinkosa lopta el. Visszaéltek a jó hiszeműségével. Nem tételezhetem fel Mrs. Kenyonról, hogy... Ez a nő nem Mrs. Kenyon. Ó, egy pillanat. Bebizonyítom, hogy csaló. Hogyan? Vannak fényképeim az igazi Kriszről. Aznap csináltam, hogy ide érkeztünk. Ott vannak az íróasztal fiókban. Ugye, de bosszantó? Nem különösebben, de sajnos én nem emlékszem, hogy fényképezkedtünk volna. Azért nem emlékszik, mert nem volt jelen. De meggyőződhetünk róla. Hadd nagy úr, jöjjön velem! Várjon csak! Talán elintézhetjük itt helyben is. Tudtom, már maga a bosztoni. Nem, philadelphiai. Ez jó kérdés volt. Felhívhatnánk egy ismerősét, vagy a szüleit. A szüleimet nem, hadd nagy úr. Kicsi voltam, amikor meghaltak. Ezt honnan tudja? De felhívhatjuk valamelyik jó barátomat. Vagy Mr. Wexlert. Ő az igazgató az iskolában, ahol tanítok. Ó, csak most szünet van. Lehet, hogy elutaztak. De az is lehet, hogy nem utaztak el. Elnézést, de szólít a kötelesség. Ha már nincsen rám szükség... Menjen csak, atyám, és köszönet mindenért. Isten áldja, Mrs. Kenyon. És ha a hasznomat veheti, tudja, hol talál. Köszönöm. Egy hívet már szerzett magának. Lássuk, mire megy a telefonnal. Megkaphatnám a számot, asszonyom. Hogy ne írom? Tessék, itt van. A körzetszám 215. Oké, az lesz a legjobb, ha a helyettesem ellenőrzi az adott számot és a személyt. Aztán maga telefonál és meglátjuk, ismerik-e a hangját. Jó. Duarte! Egy pont a javára. Fantasztikusan pókerezhet. Az mindig alapjárástól függ. Remélem. Nálam vannak a fényképek. Hadd nagy úr! Amíg a formaságok lezajlanak, átnézhetnénk hozzám. Ha ragaszkodik hozzám? Ragaszkodom. Nincs ellenvetése?
Nincs. Alig várom, hogy megint ott zuhanyozhassak. Tudod, ahogy szoktunk. Hadnagyúr, indulhatnánk végre? Oké. Okay. Már a maga helyében én nem hívnék társaságot. Ha nem veszik rossz néven, előre megyek. Mit keres itt? Tessék? Úgy értem, hogy jutott be? Nyitva volt az ajtó. Baj, hogy bejöttem? Én bezártam. Jaj, édes szívem. A nagy sietségben biztosan nyitva felejtetted. Nem felejtettem, és nem vagyok az édes szíve. Higgy el, nem volt kulcsra zárva. Errefelé nem zárják az ajtókat. És mit volt? Igen. Szóval... Útban hazafelé eszembe ötlött, hogy vétkes mulasztást terhel önnel és kedves feleségével szemben. Csak nem? Csoport összejöveteleket tartunk minden szerdán este fiatal házas pároknak. Együttesen oldjuk meg a gubancokat. Nos, azért jöttem, hogy meghívjam önöket is. Nem kérünk a csoportterápiából. Pedig talán jót tenne. Egy férj, aki nem ismeri meg a saját feleségét. Megkínálhatnád a vendégeinket. Tessék? Egy itallal, drágám. Gondolom, Meklin atya és a hadnagyúr megszomjazott. A bárban van minden, ami kell. Tudod, hol találod? Ne fáradjon, korán van még. Egy cseppecske sherry, atyám, orvosság ilyenkor. Remélem, nem kéreti magát. Szó, ami szó, jó lenne. Kis ásványvíz, tisztám. Jaj, de butaság! Ne haragudjanak, rossz házi asszony vagyok. Tehát akkor egy ásványvíz, egy sherry. Neked mit tölthetek, drágám? Kösz, semmit. A fényképek. Jöjjön, hadnagyúr, most rögtön megmutatom. Ezzel lezárhatjuk az ügyet. Hát mi van, te ócska lábtörlő? Hiányoztam neked? Nagyon hiányoztam. Adott az a csonya eri vitamint? Nem vagy éhes. Gyere, megyünk a konyhába, hát ha találunk valami finom falatot. Aztán megnézem, nem lettél-e bolhás. Legalább a kutya örül. Jöjjön utánam. Ide tettem. Aha. Megnézem a kabát zsebemben is. Miért nem nyugszik bele, hogy azok a képek nincsenek? Hogy a fenében ne lennének? Én fényképeztem polaroid géppel. Hol vannak? Én nem tudom, de... Hát persze. Meklin atya. Mi? Nem érti? Ide jött előttünk. Mert hallotta, amikor mondtam, hol a kép. Elvette. Miért vette volna el? Mert ő is benne van a buliban. Melyikben? Hiszen minden összevág. Tanúsítja a kocsilopást, eltünteti a bizonyítékot, motozza meg, majd meglátja. Nem motozhatok meg egy papot. És ha nem is pap? Elég a játékból. Hova rúgta? Mit? A képeket. Hol vannak a képek? Mi veszett el, édes? Tudja azt nagyon jól. Jól kifőzték a cinkosával. Cinkos? Meklin atya, megmondaná nekünk, mióta lakik a városban?
Majdnem egy éve, múlt május óta. Nagyon kínos ezt kérnem, de megmutatná az igazolványát? Hogyne. Köszönöm. Minden a legnagyobb rendben, biztosítási lap, jogosítvány. Az alvilágban minden igazolvány kapható. Harry, nem vagyunk a moziban. Érdeklődjön utána a püspök úrnál, vagy ha meg akar motozni... Teljesen fölösleges. Mi az, hogy teljesen fölösleges? Ellopja a fényképeket... Szíveskedjék befogni a száját. Fölveszem. Dehogy veszi. Halló. Rögtön adom. Magát keresik. Rudmeier hadnagy. Aha. Mondaná újra a számot? Oké, köszönöm. A helyettesem volt, Mr. Wexler, Mrs. Kenyon iskolaigazgatója, várja a hívásunkat. Az igazi Mr. Wexler? Nem, csak a pedellus. Őt is megvesztegette a felesége. Van másik készülék? Igen, ott a másik szobában. Honnan tudja? Amíg mi fönt voltunk, becserkészte a terepet. Harry, amint visszaértünk San Franciscóba, el kell menned a pszichiáteredhez. Van neki pszichiáter? Igen, már 5 éve. Ez nem igaz? Kensington doktorra nem emlékszel? Te meséltél róla. Nincs semmiféle Kensington doktor. Idegösszeomlást kaptál, amikor nyaralni ment. Mert félbe szakadt az analízised. Esküszöm mindenre, ami szent, nem jártam analízisre, vegyen és jó mély lélegzetet, oké? És intézzük el a telefont. Ha megbocsátanak, nekem mennem kell. Menjen, csak menjen. Mielőbb el akarom égetni a fényképeket. Csak tréfáltam, Mr. Kenyon. Csak tréfáltam. Na, lássuk. Amint cseng, átadom magának, és felveszem a másik hallgatót. Nagyon helyes. Halló, Mr. Wexler? Én vagyok Chris. Ó, Isten, ilyen nem is lehetne jobban. Aha. Tessék? Nem, nem, a Szikláshegységben. Ez már nem az a túra, kis varga betűt tettem. Az a helyzet, hogy nászúton vagyok. Igen, persze, férhez mentem. Ó, egy tündéri pók. Megvannak a maga rigójái, de olyan édes. Azért hívtam Mr. Wexler, hogy keressen helyettest jövő fél évtől, mert mi San Franciscóba megyünk lakni. Persze. És csókolom a feleségét. Jó, és a srácokat is. Oké, viszlát. Én is beszélek veled. Ó! Oh, halló! Már letettem. Na? Mit na? Megismerte, vagy nem ismerte meg? Persze, hogy megismertem, maga is hallotta. Hogy lehet, amikor nem ő az? Örülök, hogy megismerhettem, Mrs. Kenyon. Érezze jól magát. Köszönöm, de ez a... Ki kísérne a kocsihoz? Hadnagy úr, én a... Legyen olyan szíves az iratait. Én? A felesége már igazolta a kilétét, de maga még nem. Tiszta őrület! Megfelel? Ha csak nem alvilági hamisítvány. Ide figyeljen! Kedves uram, én nem tudom, mire megy ki a játék, de nem is az én dolgom, mert bűntény nem történt. És távol álljon tőlem, hogy házi perpatvarokba ártsam magam. De fogadjon el egy jó tanácsot. Kérjen tőle bocsánatot, vegyen egy csokor virágot, és egyék meg a tortát. Ha szerencséje van, nem fog elválni. De van bűntény! Kiadja magát a feleségemnek! És még egy dolog, ha utálja Kensingtont, van még pszichiáter a világon. San Franciscóban böngészze át a szaknévsort. Hé! Hol bujkál? Mit csinál odabent? Tessék? Azt kérdem, mit csinál odabent? Zuhanyozom. Azt tudom, hogy zuhanyozik. Jöjjön ki, beszélni akarok magával. Igen. Készítettem egy pohárkával. A bár szekrényen van. Tadadadum. Tadadadum. Tadadadum.
Miért nincs benne jég? Mi? Jég? A feleségem tudja, hogy sok jéggel szeretem. Ne haragudj, édes, nem hallak. Egy perc és kész vagyok. Oh! Bocsánat, Miss Dekenyon, nem akartam megijeszteni. Mindig így tör be idegen házakba. Kiugrik a szívem a helyéből. Én kopogtattam, de nem feleltek. Fent voltam. A hálóban. Hogy jutott be? Az ajtón. Én becsuktam. Kulcsra kell zárni, az ember legyen óvatos. Miért jött? Sehol sem találom a breviáriumomat. Gondoltam, itt hagytam. Szomorú dolog. Az évek múlásával egyre szórakozottabb az ember. Most tette ide? Mr. Kenyon, kezdek komolyan aggódni magáért. És mi okból? Mert úgy látom, nincs érzéke bizonyos alapvető igazságokhoz. Csak ugyan? Hát igen. Talán igaza van. Fogja és beszélgessünk még erről. Inkább... Miért szabódik? Délelőtt pocsékitallal kínáltam. Ez többet ér, mint a sherry. Hát nem tudok ellenállni. Egyesen. Tessék, ahová tetszik. Köszönöm. Ott hagytuk abba, hogy nincs érzéken bizonyos alapvető igazságokhoz. Mr. Kenyon, köztudott tény, hogy a házasság olykor pszichés zavarokat okoz. Megváltoztatja az élet addigi menetét. És még egy felhőtlenül boldog házasságban is akad olyan ember, aki eleinte rosszul bírja az új helyzetet. Nem iszik? Én persze nőtlen vagyok, de sok mindent látok, hallok a híveim között. Szóval azt mondja, azért tagadom meg Kriszt, mert bánom, hogy elvettem. Elképzelhető. Igen, ha tényleg elvettem. Elvette. Vigasztaló. Mert ha nem a feleségem, könnyen meg lehet, hogy a maga viszkijébe egy kis mérget kevert. Ebbe? Nekem készítette. Úristen. Csak nem ijedt meg az én rémképeimtől. Nem tudja, mit tett. Magának sejtelme. Mr. Kenyon. Nem tudja, hogy... Rendőrség? Segítség. Segítsenek rajta. Itt Harry Kenyon, Starwood Road, 615.
Azonnal jöjjenek és értesítsék a mentőket is. Ja, igen, és szóljanak Rudmeyernek és URH-n. Úton van, néhány perce ment el tőlünk. Azonnal jöjjön vissza. Igen, Starwood Road 615. Szia! Olyan isteni volt ez a zuhany. Mi a baj? Semmi. Nincs baj. Olyan furcsán nézel. Régóta nem láttalak. Szinte elfelejtettem, milyen vonzó nő vagy. Köszönöm. És most, hogy végre visszakaptalak, megünnepeljük. Most? Most. És hogy akarsz ünnepelni? Találd ki. Nászúton vagyunk. Akarod? Miért nem veszed le? Fázom. Felmelegítelek. Most zuhanyoztam. Majd zuhanyozol velem is. Utána. Csak nem lettél szégyellős, még nem láttalak mesztelenül? De, láttál. Hát akkor mi a baj? Nem is tudom, Mary, valahogy most nincs kedvem. Majd én kedvet csinálok. Megpuszilgatom a fülecskédet. Jól esik? Jól. Meg itt is. Jó? És ez, és őt, már tudom, mi a bajom. Írtó éhes vagyok. Ha megetetlek, akkor kedvesebb leszel hozzá? Aha, kis vajas kenyeret. Aztán csak figyelj. Megkapom, amit kérek. Majd meglátod. Csak van egy kis bökkenő. Miért? Mire befejezted a táplálkozást, én kinyúlok. Erre számítasz? Nem értem. Kitöltötted a viszkimet? Én meg odaadtam Meklin atyának. Komolyan? De úgy látszik, megártott neki. Hol van? A nappaliban. A földön. Úgy hallom, vendégek jönnek. Remélem, hoztak gyomormosó csövet. Hol van a beteg? Itt bent. Felhajtott egy pohárral és összecsuklott. Szívroham? Nem tudom, amikor legutóbb néztem, még lélegzett. Mi van már megint? Ó, semmiség. Az állítólagos feleségem mérget tett a viszkimbe. Megitatta Meklinnel, erre összeesett. Meghalt? Nem hinném. Nem akartak más, csak kicsit elcsitítani. Ennek már a felesetrét? Ha magához tér még a nagy ijedelem után, talán kiszedheti belőle, hogy mire készültek. Bocsánat, kéréssel tartozom. Szóval hol van? Ott a lépcsőnél. Legyen szíves, mutassa meg. Jó. Itt. Hol? Itt. Az előbb még itt volt. Itt volt, láttam. Itt feküdt. Itt volt. Itt. Mi ez a nagy izgalom? Mit csinált vele? Kivel? Meklinnel. Az előbb még ott feküdt a földön. Miért feküdt volna a földre? A maga altatójától, vagy méregtől. Nem neki, nekem szánta, de én neki adtam. Van bizonyítéka, Mr. Kenyon? Aha! Itt a maradék, foglaltassa le. Majd elemzik a laboratóriumban. Hol? Itt a végeken, Mr. Kenyon, nincs laboratórium. Akkor küldj el valahová, postájuk csak van. Mit kell ebből ekkora hűlót csapni? Mit csinált? Láthattad? Megittam. Megmondaná, hogy most mi a teendők? Téves hívás volt, elmehetnek. Rögtön jöhetnek is vissza. Mindjárt összeesik. Jaj, Harry.
csak nincs valami baj. Kiért jött a mentő? Magáért? De komolyan kérdem. Semmi baj, mindenki jól van. Majdnem mindenki. Kérdezze meg, hogy mit keres itt? Hopp, kedves, hogy emlékeztet. Nincs meg a breviáriumom. Arra gondoltam, hogy talán előbb, amikor bekukkantottam... itt van. Várjunk, csak várjunk. Ez már egyszer megtörtént. Megtörtént? Felvette a könyvet, előbb, mikor itt járt. Nem, Mr. Kenyon, az imént az asztalon felejtettem, és csak most vettem fel. Az előbb is a könyvéért jött. Mi a probléma? Úgy látszik, Mr. Kenyonnak déjà vu érzése támadt. Meglehetősen gyakori jelenség. És a halucináció, az is olyan gyakori? Nem szoktam halucinálni. És ide hallgasson, nem, helyet. Maga hallgasson én rám. Ha nem játszik nyílt kártyák a lelke rajta, de elég a feljelentésekből és a bejelentésekből. Megértette? Viszlát. Ha megengedi, elkísérem ad nagy úr. Mr. Kenyon bizonyára pihenni kíván. A fenébe. Ne menjen el! Csak azt akarom mondani, hogy... sok, még egy szót szól is, napszállta előtt el kell hagynia a várost. Ez a New York-i stílus? Gratulálok! Jól elintézte, hogy... Hol van? Hova bújt? Világ 8. csodája. Többet kellene sétáltatni Maxet. Imádja a havat. Pihenteti a lelket. De mennyire? Meg? És egészséges. Nagyon. Ezért hagytad abba a dohányzást? Egészség jó volt? Az eltűnésed előtt 3 csomaggal szívtál naponta. Már megint ezek a csúnya képzelődések. Ki maga, hölgyem? A hites feleségem. Ásókapa is a nagy. Nézze, nincs itt senki, megmondhatja az igazat. Melyik? A magáét vagy az enyémet? Maga nagyon okos, elismerem. De előbb vagy utóbb kipattan a szélhámosság. Azt már nem fogom megvárni. Miért? Csak azt mondja meg, miért csinálja. Általában miért csinálja az ember? Pénzért vagy szerelem. A szerelem eleve kiesett. Gondolja? Marad a pénz. És ez esetben maga nagyot téved. Miért? Mert szegény vagyok. Annyi az adósságom, hogy ki se látszom belőle. Ki mondta, hogy a maga pénze kell? A feleségemnek sincs pénze. Egyszerű tanítónő. Ráadásul kilépett a képből. Hányadika van ma? 5. Hogy jön ez most ide? Ma van a születésnapom. Krisznek van születésnapja. Jó, legyen az ő születésnapja. Tehát beismeri, hogy nem maga Krisz. Persze, hogy nem én vagyok. De szeretném, ha köztünk maradna. Amúgy sem ez a lényeg. Hanem mi a lényeg? Igazán nem tud róla? Miről? Ma lett 30 éves a felesége. És a születésnapján Christine Prescott kedvezményezettje lesz egy alapítványnak, amely 3,25 millió dollár. Mi? Meglepetésnek szánhatta. Nem értem. Ha én nem tudtam, maga honnan tudja? Az én titkom. Philadelphiából ismeri, iskolatársak voltak, vagy ilyesmi? Ilyesmi. Hát mégsem olyan okos, mint hittem. Elárulta az indítékát. Megyek Rudmeyerhez és... akkor? Mit mond? És akármit mond, miért hinne egy embernek, aki az őrület útján halad? Aki nem létező képekről, eltűnt holttestekről zagyvál. Szóval erre ment ki a játék, hogy lejárassanak. Ha ez volt a célunk, jó munkát végeztünk. Azt ajánlom, most pihenjen, gyűjtsön erőt. Még ma este túl leszünk rajta. Miért? Mi lesz ma este? Szeretné tudni? De nagyon nyerekben érzi magát. Hát? Mielőtt beosztja a pénzt, egyet fontoljon meg.
Chris bármikor felbukkanhat, az igazi, és akkor maga nagy bajba jut. Nem én, hanem ő. Mert ha ide vezetné a végzetre szegényt, akkor, hogy is mondjam, elintéznék. Kicsoda? Visszamenekül San Franciscóba, szívem? Talán ez a legjobb. Ott biztonságban leszel. Nincs okom menekülésre. Akkor miért hagyod el a családi tűzhelyet és szerető hitvesedet? Mert kicsit fullasztó itt a levegő. És nem rajongok különösebben a lelki atyádért. Állítsak neked egy gyertyát az ablakba? Csinálj, amit akarsz. A szép terveiddel úgysem lesz semmi. Ki fog megakadályozni? Én. Tessék. Egy ágyasat kérek mára. Viccel? Vicces? Csak előjegyzéssel. Síszezon van. Nem vagyok igényes. Akármilyen kis lyuk megteszi. A lyukakat is előjegyezték. Sajnos. Más szállodákban sem jobb a helyzet. Sehol egy talpalatnyi hely. Pedig azok foglaltak szobát. Ez igen. Max, hát te hogy kerülsz ide? Látod, hogy örül neked? Az egyetlen, aki örül. Utánam jöttél? Dehogy, vásárolok. Ellopták a holmimat, elfelejtetted? A pénzedet is ellopták, miből vásárolsz? McLean atya volt olyan kedves és kisegített. Ma estére kell egy szép ruha. Igazán? Miért? Légy szíves, vigyázz egy kicsit Maxre. Beugrom itt, ebbe az üzletbe. Hé! Max! Te vagy az? Hogy vagy, kiskutyám? Az idegeid? És még mindig az a csúnya székrekedés? Elnézést, de találkoztunk mi már? Még nem volt alkalmam, de jól ismerem a barátját. Ő Max, ha jól tudom. Igen. Dr. DeMarco vagyok, és átmenetileg kezeltem a barátunkat. Még borongós. Nagyon megviseli az állatot a hirtelen változás, az idegen környezet. De azért ne adjuk fel a reményt. Megfelelő kezeléssel ezek a bajok orvosolhatók. Más oldalról viszont, Mr. Kenyon, Harry Kenyon. Tehát más részről viszont mindig fennáll a veszély, hogy visszaesik, ami az étvágytalanságig, a szobatisztaság feladásáig vezethet. Ezért is csodálkoztam, hogy a hölgy nem hozta többször. Hölgy? A felesége. Én megmondtam, hogy Maxnek folyamatos kezelés kell. Hogy is van ez? A felesége magánál kezeltette Maxet, maga állatorvos? Én kérem, több vagyok, mint egyszerű állatorvos. Az én figyelmem kiterjed az állat lelki életére, érzelmi konstitúciójára is. Ha bolhái vannak, történetesen azzal nem foglalkozom. Csak egyet tisztázzunk. Találkozott a feleségemmel? Természetesen. Max nem jár egyedül orvoshoz. Mikor volt ez? Múlt héten. Miért? Nekem nem szólt róla. Én meg tudom érteni. A nők jobban a szívükre veszik az ilyen panaszokat. És félnek a meg nem értéstől. Ahogy megérkeztünk, bejött a városba, a Max is vele volt, akkor ment magához. Higgy el, Mr. Kenyon, hogy minden oka megvolt az aggodalomra.
Max letargikus állapotban volt, mély kétségbeesésben. Ki tudja, milyen súlyos bántalmak gyötörték, mielőtt önök Las Vegasban magukhoz fogadták. Ezt is tudja? Hogyne? Erről egyedül Chris mesélhetett magának. Igen? Hát, ha nem haragszik, búcsúzom. Örülök, hogy találkoztunk, Max. Légy jó. Kérem, doktor úr! Igen? Igaza van, Max kezelésre szorul. Úgy van, nem kétséges. És nagyon sürgős. Nem kezdenél rögtön? Most? És ha baj lesz, várjuk meg, hogy öngyilkos legyen? Isten ments, nem! A pénz nem számít, vállalja? Hát, éppen ráérek. Remek, majd érte megyek. Hol rendel? Otthon. Ad egy névjegyet? Persze, persze. Fogadj szót a doktor úrnak, Max. Jót akar neked. Köszönöm. És lehet, hogy Lidérc nyomása is van. Mindig sokat morog álmában. Ne mondja. De bizony. Szervusz. Na, szervusz. Hazavihetlek? Köszönöm. Mit vettél? A kis estét, meg ezt, meg azt. Ma estére? Ma estére. A különleges alkalomra? De még milyen különleges. Meg vagyok hívva. Aki kíváncsi, hamar megöregszik. Köszönöm. Hol van Max? Orvoshoz vittem. Orvoshoz? Semmi komoly. Csak tüsszögött. Majd beugrok érte. Megérkeztünk, Szájki. Megvárlak a kocsiban. Lehet, hogy sokáig fog tartani, elhúzódik. Inkább gyere velem. Túl tudományos névtábla egy tüsszentéshez. Max a legjobbat érdemli. Illetlenség csak így betörni egy idegen házba. Nyitva hagyta az ajtót, hogy ne zavarják csöngetéssel. A legfontosabb a bizalom. Érted, Max? A bizalom. A legfontosabb az életben. Én megbízom benned, és te megbízol bennem. Ez mindennek az alapja. Jó fiú vagy, Max. Nagyon, nagyon jó fiú. És mindenki szeret. Én is. A gazdáid is, és az egész kutyatársadalom. Ugye örülsz neki, hogy így szeretnek? Úgy jól van. Mr. Kenyon, éppen most végeztünk. Nagyon hasznos foglalkozás volt. Örömmel hallom. Engedje meg, asszonyom, dr. DeMarco. Jó napot. Miért mutatkozik be, hiszen ismerik egymást? Ó, nem, sajnos nem. Mondd meg neki, ki vagy. Mit akarsz tőlem? Hogy mutatkozz be? Ó, jaj, jaj, de buta vagyok. Chris Kenyon vagyok, Harry felesége. Mi vagy? A feleséged, a hitvesed. Egy frászt. Mi ez már megint? Doktor úr, múltkor ez a nő hozta ide Maxet? Nem. Pedig hallhatta, azt mondja a feleségem. Lehetetlenség, a feleségét ismerem. Magánál a labda. Most már emlékszem. Hát persze, hogy találkoztunk már. Én hoztam ide Maxet még a múlt héten. Csak az egy olyan borzasztó zűrös nap volt, és kiment a fejemből. Ne haragudjon, de én sosem láttam önt. Azért, mert a hajam akkor
egészen másképp volt fésülve, és nem voltam kikészítve, így sem emlékszik. Persze maga inkább megszeltörődött, ami természetes is, ha vesszük, hogy ő állat, maga meg állatorvos. És rossz itt a világítás. Drága hölgyem, mi még nem találkoztunk. Sértő és érthetetlen ez az egész vita, Mr. Kenyon. Nem szolgálna magyarázattal? Undok és szövevényes ügy. A feleségem vagyona kell neki, és maga az egyetlen, aki ezt bizonyíthatja. Hát ez nevetséges. Majd a rendőrség eldönti. Telefonálhatok? Tessék? Nem hallgatom tovább a rögeszmés őrültségeidet. Vérlázító, amit művesz. Hova ilyen sietősen, kedvesem? Erre a fordulatra ugyanis nem számított. Tanulva rá, hogy maga nem a feleségem. De igenis, én vagyok a feleséged. A doktor úrnak rossz a memóriája. A memóriám kitűnő, ifjú hölgyem. Csak telefonáljon nyugodtan. De van egy kérdésem. Hogyan sikerülhetett neki becsapni Maxet? Úgy rohant hozzá, mint a verős csonthoz, nyalt a falta. Az ösztön. Max legalább tudja, hogy kihez tartozik. A parfüm. Esé? Parfümözte magát a felesége? Hát persze. Könnyen elképzelhető, hogy az ifjú hölgy megtudta, milyen illatot használ. Néhány csepp a füle mögé, a csuklójára, és már is megvan a mimikri. Maxet megtéveszti az ismerős illat. Kalapot le az orvostudomány előtt. Rudmeier hadnagyot kérem. Hova-hova napsugaram? Itt a kocsi kulcs. Tessék? Igen, sürgős. Nem, más nem jó. Rudmeierrel kell beszélnem. Hol van? A helybéli rendőrség feje éppen kosárlabdázik. Neked is jót tenne. Épp testben, épp lélek. Negyed óra múlva itt vagyok. Csak nem vagy egyedül egy veszedelmes bűnözővel. Ravasz kis igaz, de azért csak nő. Érek annyit, mint egy férfi. Nagyon sajnálom, de ez az ügy engem nem érint. Dehogy nem érinti. Ha tetszik, ha nem, ebben a mocskos ügyben maga a koronatanú. Hamarosan visszatérhet az állataihoz, de most vigyázol rá, mint a szeme fényére. Mit csináljak, ha el akar menni? Akadályozza meg. Nem korlátozhatom a szabadságát. De nem ám, Doki. Meg van töltve? Hogy képzeli? Hol tartja a töltvényeket? Hát a fiók van. Töltse meg! Mr. Kenyon, én nem tudok puskával bánni. Nem kell nagy dobra verni. De... Itt mi van? Kis fülke. Azt látom, de mit tart benne? Iratokat, beteglapokat. Na nem, ezt nem teheted! Harry! Harry! Hogy ne tennék! Klasztrofóbiás vagyok, nem! Harry! Add elő a panaszaidat! Az ajtón keresztül. Ki ne nyissa az ajtót? Ha kinyitja, az a bűnrészességet vállal. Azon kívül majdnem $1 millió ért. Kevesebbért is gyilkoltak már. Hogy? Töltse meg a puskát, és nagyon vigyázzon. De kérem, hát... Fartholt! Folytatni! Hülye vagy? Fartholt! Lépés hiba! Fartholt! Látod, hogy Fartholt? Cserét kérek! Azt hittem, a bronxi gyerekeknek jobban megy. Lefartoltak! Ráér? Nem. Ne duzzogjon, mert ez csak játék. Na de a... Mindig csecsemőkkel játszik. Már gimnazisták. Marha jó a srác. Mert doppingolják. Hé, na, most hova rohan? Megyek vissza a pályára játszani. Akár hiszi, akár nem, utcavár és kosárlabda mellett bűnüldözés is van a világon, amit a rendőrök folytatnak. Hallott már róla? Már megint kezdi, hiába figyelmeztettem, hogy... Tudom az indítékát, és tanúval rá, hogy nem a feleségem. Hajlandó lefolytatni a nyomozást, vagy folytatja az elhuserált meccsét. Első a kötelesség. Ki az a tanú? Az itteni állatorvos, DeMarco. DeMarco, aki beszélget az állatokkal? Az én feleségemmel is beszélgetett a múlt héten. Jön vagy nem? Egy pillanat. De Larry, ugorj be helyettem, el kell mennem. Még nálam is jobb.
Doktor úr, itt van. Pedig itt voltak. Akár a fényképek. Lehet, hogy kiengedte a nőt, és az megkaparintotta a puskát. Puskát? Az a nő mindenre képes. A doktor veszélyben van. Szervusz, drágám. De jó, hogy elhoztad a hadnagyurat. Ismered de Marco doktort? Ismerem. Igyon velünk egy csésze kávét, van még a kannában. Nem kérek, köszönöm. El fogsz ájulni örömödben. A doktor úr szerint Max a javulás útjára lépett. Hát nem isteni. Ne haragudjon, doki, de ismeri a hölgyet? Mrs. Kenyon? Hát persze. Múlt héten behozta a kiskutyáját. Hazudik! Hazudik! Kenyon! Egy szót se. Vegye meg a repülőjegyet a nőnek is, meg a kutyának is, ha magával mennek, és takarodjon innen, ha holnap itt találom, letartóztatom. Milyen váddal? Nyugodtan rám bízhatja. Chris örökölt, az igazi Chris, arra vadászik, lefizette ezt a hólyagot, hogy... Korai géppel menjen, a legelsővel. És nem kérek az adóügyi tanácsaiból. Mennyit fizetett magának? Ezt maga nem érti. Nagyon jól értem. Szóval mennyit? Elment. Megfenyegetett, hogy megöl, ha nem... Köszönöm a közreműködését. Jól csinálta. Oké, doki, nem volt választása. És most? Ezentúl nem szaladgálhatsz a városban egyedül. Baj lehet belőle. Visszaviszem a házba. Jó. Ezt is vigye. Nagy fegyvertára van. A jó ügy szolgálatában. Előre. Eredj, a hűséges asszony uranyomában halad. Nem foghat rám örökké pisztolyt. Örökké nem is kell. Néhány óra elég lesz. Mi lesz DeMarcóval? Előbb-utóbb szabadon kell engedni. És akkor beszél Rudmeyerrel. Vele nem lesz gond. Miért nem? Szállj be a kocsiba, Harry. A vezetőüléshez. Max? Szóval, mit tervezel DeMarcóval? Vége. Örök igazság, minden flaska kiürül egyszer. Milyen kár. Van mi? Reméljük. Nem is tudnám élvezni a nászutat, ha még ital sincs elég. Én sem. Ó, vannak itt tartalékok. Aha. Itt van. Na, vigyázz, Max. A boldogságra. A sikerre. Úgy. A hadnagyra. Thank you.
sose hittem volna. Nem szabad a kis üdvegőt. Nem hiszem. A hit és az értelem. Az a pont. A rabasság sem árt. Legyetek szelídek, mint a galamb, és okosak, mint a kígyó. Töltetek? Kérek. Hát akkor... Egészségedre, kedvesem. Megjött a taxim. Maradj veszteg, majd megjön a gazdi. Ne mozdulj! Köszönöm, Max. A kutya jó barát. Menjen az ajtóból. Így szépen. Hova ment? Kicsoda? A hölgy, akivel az előbb édelektek. Ó, e szerint látta. Eddig azt hittem, üzleti kapcsolatban állnak. Ez a kapcsolat több, más természetű. Szóval, megtudhatom, hogy hol van? És velem mi a tervük? De Markó sorsára jutok, igen? Úgy érzem, jogos a kíváncsisága, mindent egybevetve. Történetesen egy kis bankügyletet intéz. Mit? A letéti vagyont kérésére átutalták Telexen Philadelphiából az itteni kereskedelmi bankhoz. És most felveszi a csekket. Éjszaka? Hétvégén? Kinyitnak a kedvéért. Előzékenyek. Nem olyan szőrös szívűek, mint ahogy mondják. Nem fizetik ki, nem tudja igazolni magát.
Jaj, dehogy nem. Maga Rudmeier kezeskedik érte. Bolond. Elemi kötelessége. Szegény asszonynak idegbeteg a férje. Az Erszényit ellupták. A derék rendőrvédelmére kell. A játék nem csupán arra ment ki, hogy magát lejárassuk Mr. Kenyon, hanem hogy őt megnyerjük. És sikerült. Nem fog menni. Készpénzt nem adnak. Ebben is téved. Van egy folyószámlája a felesége nevén egy másik bankban. Már értesítették őket, hogy nagyobb összegű átutalás majd kivét esedékes. A hadnagy úr volt szíves oda telefonálni, és azt mondták neki, hogy talán furcsa egy pap szájából, hogy a tranzakció kosher. Meg fogok őrülni. A hadnagyot jobban átverték, mint engem. Holnap ilyenkorra McLean atya és Christine Prescott már lelécelt 3,25 millió dollárral. És Harry Kenyon? Vele mi lesz? Ne firtassuk. Tessék, jól fog esni. Kaphat egy kis jeget a halálra ítélt? Könyörgök, uram, hallgasson végig. Kétségbejtő helyzetben vagyok. Én... hosszú történet. A kocsim elakadt. És az a nő bement a bankba, hogy felvegye a csekket, ami nem az övé. Nagyon kérem, vigyen be a városba, mert mindjárt ide ér a pap. Illetve nem az igazi pap, és meg akar ölni. Megtenné nekem, hogy visszafordul? Tudom, hogy az ellenkező irányba megy, de meghálálna. Hé! Nem menjen el, várjon! Thank you.
Minek jött ide? Maga ócska fűszeres segéd. Ez egy csekk, ha nem tudná, és nem sajtpapír. Ki ez az ember? Hosszú történet. Nem, azt már nem kedvesem, nem, nem. Mr. Kenyon, ezennel letartóztatom. Elment az esze, hogy? A maga védelmében teszem. Ha meg akar védeni, őt tartóztassa le! 750 000 dollár csak úgy odajándékozni egy szélhámosnak! Haddany úr, lenne szíves megmagyarázni, hogy mi folyik itt? Később, előbb lecsillapítjuk a kedélyeket. Adjon is! Maradjon nyugton, vagy bevitetem a bolondok házába. Rudmeyer, kicsalják a feleségem vagyonát! Holnap beváltja a csekket és megszökik! Úgy látszik, ingerli a jelenléte Mrs. Kenyon. Talán jobb, ha most elmegy. De ugye nem fogják bántani. A kórházban egy-két nap alatt rendbe jön. Egy-két nap? Addigra már árkon mokron túl lesz. Szervusz, Henrike, dolgom van. Meglátod, hamarosan újra az leszel, aki voltál. Én az vagyok, aki voltam, de ő nem az, akinek kiadja magát. Mindent nagyon köszönök, hadnagy úr. Kérem. Ne engedje, ne hagyja elmenni. Félre az útból, Kenyon. Soha nem fog visszajönni. Rudmeyer, én beperelem magát is, meg az egész átok rendőrséget! Mondtam, mit mondtam? Hagyja békén a hölgyet! Elutaz ahová és egy másik bokban beváltja a pénzt! Na és akkor az ő pénze? A feleségem pénze! Helyes, és ő a felesége. Nem a feleségem! De igen? Nem! Bizonyítsa! Hogy higgyek magának? Mi anyja vajáért higgyek magának? Mert igazam van! Ezek csak szavak! Egy bizonyíték lenne, ha végre előállna az igazi felesége. Az lehetetlen! És miért? Miért, Kenyon? Nem tudom, talán meghalt! Meghalt? Képtelenség! Lehet, hogy baleset érte, lehet, hogy megsúszott a kocsira! Megtaláltuk volna! Megtalálják, ha keresik! Hol keressük? A várostól délre a szakadékban! Szakadékban? Maga hülye! 6 mérföldnyire a várostól a szakadékban! El se lehet téveszteni, ahol az éles ajtű kanyar van! Köszönöm, Mr. Kenyon, csak ezt akartam hallani. Mi az, hogy ezt akarta hallani? Elmondaná, honnan tudja, hol volt a felesége, hol teste? Én... Van időnk, Mr. Kenyon. Utána néztem az ablakból, és... Én... Igen? Letartóztatom Christine Prescott meggyilkolásának vádjával. Minden szó, amit kimo... Nyugalom, fia. Villanyt! Itt a zsukkocsi, hadnagy úr. Köszönöm, Charlie. Charlie? Bemutatom Charlie Dwyer-t. Előttem ő volt itt a góré, és szívesen belement ebbe a kis játékba. Jobb volt, mint a póker. És nagyon megszerettem a kemény gallért, és ettől az ember olyan méltóság teljes. Honnan tudta? Először nem tudtam. Minden jel balesetre vallott. A bejelentés után néhány órával megtaláltuk a roncsot és a holttestet. Reméltem is, hogy megtalálják. Miért nem értesített? Kellett volna. Csak eszembe jutott, egy kicsit túlzó aggodalommal beszélt arról, milyen rosszul vezet a felesége. Valami bűzlött. Elkezdtem telefonálgatni. Hová? Előbb Vegasba. Maga mondta, hogy nagyon sokat jár oda. 5-6-szor egy évben. Rájöttem, hogy szerencsejátékos lehet. Rájött? Ott mindenki tud magáról. Az uzsorásoktól a krupiékig. A bal szerencsés Harry. Sok embernek sokkal tartozik, és most már szorongatni kezdték. Enyhe kifejezés. Aztán felhívtam Philadelphiát. Időbe telt, de értesültem Christine Prescott letéti vagyonáról. Amint maga is. Már azon sem csodálkoznék, ha ő maga mesélte volna el a liftben. Feltételezések. Egyelőre, de nézzük tovább. Viharos szerelem, házasság, nászút, és épp a döntő születésnap előtt végzetes baleset. Harry megüti a főnyereményt. Kap 3/4 milliót, kifizeti az adóságait, és övé a világ. Nem jött volna rosszul. De bizonyíték kellett, a beismerés, hogy tudja, a felesége nem él. Miután magának a pénz kellett, olyan helyzetet teremtettünk, hogy a pénzét érezze veszélyeztetve. Gratulálok, ügyes volt. Hál' Istennek. Kopogjuk le. És mi van DeMarcóval? Csak nem lőtték le megtévesztésül? Nem, ő hadd éljen. Aki az állatot szereti, rossz ember nem lehet. Le volt avatva? Tényleg kezelte már a kutyájukat.
Aztán Charlie mindent elmondott neki, amíg maga értem jött. Nagyon jól játszott. Nem olyan jól, mint Krisztin. Köszönöm, de Ellen vagyok. Hol szedte föl műked velőknél? Nem. Jones Beachben, 8 évvel ezelőtt. Ő volt a legszebb lány a parton. És a bikinie e felől nem hagyott kétséget. Bemutatom a feleségemet. A felesége? Uh-huh. Hát nem is a magáé. Én rosszul nősültem. Harvey Keitel, Vig Péter, Leonard Harris, Vig...